Látogatható a fazekas ház. Indul az eper szezon. Érdemes átnézni a bevallási tervezetet. Fejlesztések a Tomaj Monostorai iskolában. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2018. május 14-én 18:05. Az Erkel Ferenc utca 1-es szám alatti Kántor Sándor fazekas ház vasárnap és hétfő kivételével látogatható a turisztikai szezonban is. Mint a dr. Nagy Molnár Miklóstól, a Györffy István Nagykun Múzeum igazgatójától megtudtuk, a 18. században kialakult nagygazda Rerentus házak emlékét idézi az épület, melyben a neves művész Kántor Sándor életműve mellett pár éve az utcai szobát is megnyitották. Tulajdonképpen a fazekas házunk ugye ugyanúgy, mint a tájház, amióta jó tavaszi idő van, megkezdődtek a munkálatok, és már látogatható emellett, tehát a takarítás, az évi rendes takarítás, tisztítás folyamata zajlik, fűnyírás az udvaron, és közben azért a látogató, ha jön, akkor megnézheti a kiállítást. Tehát tulajdonképpen ez is vasárnap és hétfő kivételéből 10-től 16 óráig látogatható. A belgiumi sikereket követően különösen ülő és álló női és férfi alakjai, valamint állat és madár alakjai lettek népszerűek. Tulajdonképpen a fazekas házban ugyanaz a kiállítás látható, egy kicsit felújítva, ami kezdettől fogva, hiszen egy pár évvel ezelőtt sikerült egy kis pályázati pénzből felújítanunk egyrészt a posztamenseket, amelyek nagyon viharvertek voltak, illetve egy kicsit a kiállítást is korszerűsíteni, illetve átalakítani, hiszen ebben a szobában, ahol most jelenleg állunk, ebben korábban egy lakásbelsőt lehetett látni. De miután itt van a szomszédban a nagykunsági tájház, ezért úgy gondoltuk, hogy itt ezt megszüntetjük, és inkább a Kántor tanítványok, hiszen mindenki népművészet mestere, és hát ugye, ahogy az előbb is mondtam, sajnálatos módon kettőnek már az életműve lezárult, népművészet mestereinek ugyanúgy kiállítást szenteltünk. A többi teremben, tehát a másik két teremben pedig Kántor Sándor fazekas munkásságának egy áttekintő kiállítása látható, tehát különböző stíluskorszakai szerint rendezve, illetve hát a kitüntetéseit az első teremben. Nagyon sok tanítványa volt, közülük négyen, a Kalocsán élő Kovács László, a tiszafüredi Szűcs Imre, ők ma is aktívan dolgoznak, és a két karcagi, már a földi munkásságukat befejező tanítvány, ifjú F. Szabó Mihály és S. Nagy István munkáit állították ki a Kántor Sándor fazekasház utcai szobájában. Négy fontos kántor tanítványról beszélünk, illetve állítottunk emléket itt a Kántor Sándor fazekas házban. A ketten sajnos már elhunytak közülük, ugye S. Nagy István és Szabó Mihály, F. Szabó Mihály, ifjú F. Szabó Mihály, akik már nincsenek köztünk. Ketten vannak már csak, ugye időrendi sorrendben Szűcs Imre, aki Tiszafüreden aratja a sikereket. És a negyedik, ugye Kovács László, aki szintén Karcagon született, és kántor tanítvány, ő az utolsó generáció, aki még igazándiból tanult Kántor Sándor, és most idén ő Kalocsa, hiszen oda költözött, Kalocsa város díszpolgára lett. Mint megtudtuk, a fazekasház épületének hátsó részében fazekas műhelyt alakítanak ki, ahol a korongozással is megismerkedhetnek majd a látogatók. A korong és a kemence már rendelkezésünkre áll, úgyhogy most keressük majd azokat az embereket, akiket ide tudunk hozni, korongozni, illetve ide az emberek, szervezünk programokat majd nekik. Ma már a kézműves munka, a kézműves technikának óriási a becsülete, illetve óriási a, mindig is az volt, de óriási a kereslet is iránta. Megkezdték a gazdák a szabadföldi eper betakarítását a földeken. A közkedvelt gyümölcs kilója jelenleg 2000 forint, de a hirtelen jött meleg miatt az eper szezon idén rövidebb lesz. Na, milyen íze van? Kiváló.
Szabadföldön termett szamócát vásárol Buzga Gyula a családjának. Fegyvernek határában május 1-e óta kapható a friss, szabadföldi gyümölcs, ami zamatosabb és jobb ízű, mint a fóliában termett teper. Mi rendszeres epelvásárlók vagyunk, hetente legalább 2-3 alkalommal vásárolunk, a család minden tagja szereti. Nagyon jó felhasználhatósága van, tehát akár friss gyümölcsként üdítőitalt is készítünk, akár rostos belőle, illetve télére különböző csemeklekvárok készítésére is alkalmas. Nyilván ezeket a szezon végén, mikor már olcsóbb az eperár, ezeket akkor vásároljuk meg. Most ilyenkor friss étkezésre. Hát mi legjobban a szabadföldi eplet szeretjük, mert ez valóban talajon termett. Gyakorlatilag ilyenkor már magas a napsütéses órák száma, nagyon jó a szín, íz, illatanyag, a beltartalma, tehát ilyenkor ez kifejezetten üdítő gyümölcs, és tényleg a családban mindenki szereti. A piacokon még sok helyen fóliában termett epret árulnak. Ezek a gyümölcsök viszont már nem olyan zamatosak, mint a szabadföldön termett társaik. Már a magyar eper közül a szabadföldi epret keresik igazán, mert az sokkal zamatosabb, édesebb, már most ezt keresik jobban, mint a fóliást. Itt, amit látunk, ez már szabadföldi eper, ezt május 1-én kezdtük szedni. Magyar eper meg magyar eper között rengeteg különbség van, a fóliásnak érik az utolja, az apró, savanykásabb, ezek lédúsak, mézédesek. A fóliás eprek azok már leaprózódtak, már a nagyja le lett szedve, az utolját szedik, a szabadföldi eprek azok nagyobb szeműek. Huber István őstermelő szerint az idejében a hirtelen jött meleg lerövidíti a szezont. Most rövidebb lesz az eper szezon, aki befőttet vagy lekvárt akar főzni, érdemesebb hamarabb megvásárolni, mert 2 hét alatt le fog futni. 1 kiló szabadföldi eper ára jelenleg 2000-2200 forint között található. A szezon végére azonban olcsóbb is lehet a gyümölcs kilónkénti ára. Az adóhivatal által elkészített személyi jövedelem adó bevallási tervezetet érdemes átnézni, hogy ne maradjon ki semmi a bevallásból. Előfordulhat ugyanis, hogy a bevallási tervezetet ki kell egészíteni. Az adóhivatal által elkészített SZIA bevallási tervezetet érdemes átnézni, hogy ne maradjon ki semmi a bevallásból. Előfordulhat ugyanis, hogy a bevallási tervezetet ki kell egészíteni. Hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az adóhatóság a munkáltatóktól, kifizetőktől kapott adatok alapján állította össze mintegy 5 millió ember SZIA bevallási tervezetét, amelyek pontosan rögzítik az adózó kifizetőtől származó, tavaly megszerzett jövedelmeit és évközben érvényesített kedvezményeit. Előfordulhat azonban olyan adat, évközbeni változás, kedvezmény, amelyről a NAV-nak nincs információja. Ilyen információ lehet például az ingatlan eladásból származó jövedelem, ha valaki tavaly ingatlan vagy vagyoni értékű jog, haszon élvezet eladásából jövedelmet szerzett, bevallási tervezetét ki kell egészíteni ezzel az összeggel. Ha valaki maga készíti elszámolását, a 17 SZIA számú bevallásban kell feltüntetnie ezt a jövedelmet. A magánszemélyek ingatlan értékesítéséből származó jövedelmét 15%-os adó terheli, amit 2018. május 22-ig meg kell fizetni. A magánszemély ingatlan értékesítésből származó jövedelmét a bevételből kiindulva a költségek és a tulajdonbantartás időszakát figyelembe véve kell meghatározni. A bevétel az ingatlan eladási ára, amiből a jövedelem kiszámításához költségként levontható például az ingatlan megszerzésére fordított összeg, azaz a vételár, az illeték, az ügyvédi díj, az eladással kapcsolatos kiadások, azaz a hirdetési díj, a kiadásokat számlával vagy egyéb okirattal kell igazolni, amiket nem kell a bevalláshoz csatolni, de az elévülésig, azaz 5 évig meg kell őrizni. A 2012-ben, vagy azt megelőzően megszerzett ingatlan 2017-es értékesítése esetén nem keletkezik adóköteles jövedelem. 2013-as ingatlan szerzésnél a számított összeg a bevétel és a költség különbözetének 30%-a, 2014-esnél 60%-a, 2015-ösnél 90%-a, ha 2016 és 2017-es ingatlan szerzésnél pedig 100%-a jövedelem. Az ingatlan értékesítésből származó bevételt nem kell bevallani, ha a költségek elérik vagy meghaladják a bevételt, vagy az ingatlan értékesítés adómentes, illetve a tulajdonban tartás időszaka az 5 évet eléri, a jövedelem kiszámításában segít a NAV honlapjáról elérhető kalkulátor. Gyulainé Turó Melindát a Tomai Monostorai Általános iskola
intézmény vezetőjét kérdeztük meg az iskola életéről. A diákok folyamatos eredményeket tudnak bemutatni. Az iskola végzős diákjait első helyen azon megjelölt intézményekbe vették fel, ahová szerettek volna menni a középiskolai tanulmányikat folytatni. Nyolcadikosaink közül mindannyian az első helyen megjelölt intézményben nyertek felvételt, úgyhogy középfokú tanulmányaikat abban az intézményben folytathatják, amit ők szívük vágya szerint választottak. Ezen kívül az is nagy öröm a vezetőség számára, hogy a 2017. évi országos kompetenciamérések nyilvánosságra kerültek, és ott az iskola a matematika tantárgy területén meghaladta az országos átlagot. A 2017. évi országos kompetenciamérés eredményei is nyilvánosságra kerültek, és hát nagyon elégedett vagyok az iskolában folyó oktató munkával, mert ezek a számok nagyon szép eredmények, az országos átlagot is meghaladtuk matematikából, úgyhogy szeretném ezúton is megköszönni a kollégáimnak az áldozatos munkáját. Gyulainé Turó Melinda elmondta, hogy nagyon jó kapcsolatot ápolnak a karcagi tankerületi központtal, mint az anyagi finanszírozás és mind a szakmai munkában. Nagyon jónak ítélem meg a karcagi tankerületi központtal az együttműködésünket, szakmailag kimagaslóan segítenek bennünket, és a finanszírozást is teljesen olyannak találom, ami az intézményünk optimális működését szolgálja. Az iskola önkormányzattal való kapcsolattartása is igen kimagasló, hiszen az intézményvezető a település alpolgármestereként az iskola ügyeit szívén viseli. Önkormányzati képviselőként és alpolgármesterként azt gondolom, hogy szívem csücske az iskola, és ezt mindannyian jól tudják a településen, tehát mindenféle lehetőséget kiaknázva tudjuk az intézmény működését támogatni, segíteni, akár pályázatokkal, akár különböző rendezvényekkel, és népszerűsíteni az intézményt. Sikeres topos pályázatból valósulhat meg a tető felújítása, mintegy 50 millió forintból, és az energetikai korszerűsítésre is sor kerül. Top forrásból például 50 millió forintból a tető fog megújulni, illetve energetikai korszerűsítés fog megvalósulni az intézményen, ami már ráfér az épületre. A tornaterem épülete az iskola nagy álma volt, így most nagyon boldogok a gyerekek is és a felnőttek is, hogy az önkormányzat segítségével ez is meg fog valósulni. Ezen kívül az infrastruktúrális fejlesztés, a vizes blokkok cseréje, a villamos hálózat korszerűsítése, a tantermek festése, faburkolattal történő ellátása, eszközcseréje is várható. Tornaterem építésére vágytunk évtizedek óta, és ez ebben az évben fog megvalósulni, illetve a fenntartó is több pályázatot nyújtott be, amely mind sikeres lett, és ezek ugye a jövő feladatai. Infrastruktúrális pályázat kapcsán teljesen új vizes blokk épül, illetve a villamos hálózatot cseréljük, valamint az összes tantermet ki fogják festeni, ebből kifolyólag faburkolat kerül a folyosóra, illetve tantermekbe, és hát eszközök beszerzése is biztosítani fogja a modern oktatónevelő munkánkat. Fontos tudnivaló az is, hogy az úgynevezett határtalanul program keretein belül a hetedik osztályosok kirándulást tehetnek Európa egyik országába díjmentesen, amely nagy segítség a szülőknek is. Határtalanul programba mennek a hetedikesek most jövő pénteken, ez egy közeli pályázat lesz. Abbáziába, Fiumébe fognak ellátogatni 4 napos kirándulás keretében, ami a szülőknek semmiben nem került, tehát ez is egy pályázati forrásból valósulhat meg. A Klebersberg Központ egy belső pályázatot hirdetett, ahol 1,7 millió forintos támogatásban részesül az intézmény, ez szeptember és december között fog megvalósulni, teljesen szakmai program, amely a tankerületi központba tartozó intézmények együttműködését szolgálja. Volt korábban egy integrált pedagógiai rendszer működtetését szolgáló programunk, amit igazából mi dolgoztunk itt ki az iskolában a saját szánkíze szerint egy bizonyos szabályi keretek között a hátrányos helyzetű tanulók integrációjának céljából, és ezt a programunkat szeretnénk most továbbadni és bemutatni, úgyhogy várjuk szeretettel az érdeklődő intézmények pedagógusait, és hát így az együttműködés azt gondolom, hogy erősödni fog az intézmények között, illetve a tudásmegosztás is megvalósul. Az intézményvezető asszony elmondta, hogy mindezeken felül a szakmai fejlődésre is nagy hangsúlyt fektetnek júniusban tartandó tematikus heteik keretein belül.
A karcagi tankerleti központ sikeres pályázatának köszönhetően tematikus heteken vehetnek részt a tanulóink. 2 hét, 3 programjában környezetvédelem, illetve természetismeret témában helyben biztosítunk programokat és felügyeletet a diákjainknak, illetve egy angol táborban vehetnek részt Bodajkon nevelőinkkel diákjaink, és hát nagyon örültünk, hogy a szülőknek segíteni tudunk a nyári elhelyezésben a gyerekek számára. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!